könnyű dolgom van, mert már a két előttem szóló is megelőregezte azt, hogy miről fogok ma beszélni, úgyhogy ezzel az én mozgásterem is szerencsés módon beszűkült, de ha megengedik, akkor talán az egy egyetemi előadóterembe egy furcsa megközelítési mód, de én rendhagyóként tartanám magam azért az előadás címéhez, ami úgy szól, hogy ország stratégia és ország taktika 2020. Persze a saját legitimitásomat is azonnal alásom, ugyanis ugyan itt a délelőtti konferencián el tudtam jönni önökhöz, és nagyon hálás vagyok a meghívásért, de az esti bálon pedig már nem fogok tudni részt venni. Ez biztos, hogy egy óriási stratégiai hiba, tehát csak azt szeretném kérni önöktől, hogy ebből ne vonjanak le messze menő következtetést, próbálom a legitimitásomat visszaépíteni a következő 20 percben. Furcsa szó ez a stratégia, mert a miniszterelnök úr mondta ezt a viccet nekem először, de amikor egyszer hallottam, azóta nekem is mindig ez jut eszembe a stratégia szóról, ugyanis van egy olyan vicc, amelyik azt mondja, hogy a kisegér megkeresi a baglyot, hogy segítségét kéri a bagolytól. Segítségét kéri a bagolytól, ugyanis nem tud mit kezdeni a macskával, és azért fordul a bagolyhoz, hogy adjon valami tanácsot, hogy hogyan tudna kikerülni rendszeresen a macska karmai közül. És akkor a bagoly elgondolkozik, és azt mondja, hogy hát kisegér, ez semmi sem egyszerű, változ kutyává. És amikor a kisegér elcsodálkozik, úristen, milyen jó ötlet, és hogyan? Akkor azt mondja a bagoly, hogy ja, hát én csak stratégiával foglalkozom, taktikai kérdésekkel nem. Tehát ilyen ez a stratégia, hogy könnyű ötleteket adni, könnyű irányokat mondani, de aztán azokat végre is kell hajtani, úgyhogy nem szabad a bagoly hibájába, vagy megközelítésének hibájába esni, még akkor is, hogyha tényleg nagyon trendi stratégiáról beszélni, vagy stratégiában gondolkodni, vagy egyáltalán körülöttünk is szaladgálnak olyan emberek, akik folyamatosan olyan névjegyeket mutogatnak, mely szerint ők valami stratégiai dolgot csinálnak. Sok esetben ez nem is annak minősül, de ezzel is arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy egy olyan korban élünk, meg egy olyan korszellem kezd körülöttünk is kialakulni, amelyben mindenki gondolkodik saját magáról, mindenki gondolkodik arról, hogy honnan jött, hogy mik az erősségei, hogy mik a gyengeségei, hogy milyen az a közeg, ami meghatározza, mik a céljai, hogyan tudja ezeket a célokat elérni. Tehát valahogy most ebben nem menjünk bele, hogy ez miért van itt, de valahogy olyan korban élünk, amikor igenis mindenki stratégiában gondolkodik, vagy legalábbis aki csak megpróbálja ezt megtenni, az olyan névjegykártyával szaladgál. Ugyanígy van ez az országok esetében is. Sorra jelennek meg azok a könyvek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan tud egy ország sikeres lenni. Vagy korábban országok, birodalmak, civilizációk hogyan tudtak sikeresek lenni. Illetve ennek ellenpontjaként, hogy hogyan buktak el. Próbálják azonosítani azokat a faktorokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy közösség, egy civilizáció, egy ország, egy nemzet sikeres legyen. Próbálják a banánhéjakat is azonosítani. Persze ebben nincs egység. Valaki azt mondja, hogy egy ország, egy közösség, vagy egy civilizáció sikerét a földrajzi elhelyezkedés határozza. Semmi más. Valaki azt mondja, hogy egy ország, egy civilizáció, egy közösség sikerét kulturális alapok határozzák meg. Az attitűdök, a néplélek határozza meg. Valaki azt mondja, hogy a geopolitikai helyzet az, ami mindennél fontosabb. Valaki azt mondja, hogy a politikai rendszer az, ami az egyetlen különbség. Hiszen nézzük meg, menjünk el az amerikai-mexikói határa, mindkét oldalon ugyanolyan emberek élnek, mindkét oldalon ugyanolyan ajkúak, mindkét oldalon ugyanolyan az éghajlat, mégis az egyik, a határ egyik oldalán kétszer annyi ideig élnek, és kétszer annyit keresnek, mint a határ másik oldalán. Mi a különbség a két egymás melletti település között? Az, hogy az egyik az amerikai politikai rendszerben, a másik meg a mexikói politikai rendszerben, de ilyen példát persze Európából is hozhatnak. Tehát nagyon sok ilyen megközelítési mód van. Én nem is szeretnék ezek között egyet kiválasztani, valószínűleg hiba lenne egy faktorra összpontosítani, hanem ebben azt az egész komplexitást szerettem volna megmutatni, hogy az ezzel kapcsolatos és az ország stratégiai helyzetével való gondolkodásnak milyen mélységei és milyen horizontja van. És hogyha
Magyarországra közelítünk rá, akkor én azt látom, hogy az országról való gondolkodás képességét nekünk magyaroknak jelen pillanatban kell visszaépítenünk. És ez egy olyan korszak, és ezért beszélünk mi is stratégiáról viszonylagosan sokat, mert egy olyan időszakba léptünk, ahol saját magunknak, nem csak nekem vagy a kormánytagoknak, hanem az egész nemzetnek, mindenkivel, aki a gazdaságban, az oktatásban, a kultúrában, a tudomány területén fejt ki hatást, vagy éppen csak dolgozik. Ott is az országról való gondolkodás képességét újra kell tanulnunk. És miért van ez így? Azért van így, mert az ország szuverenitása az elmúlt 500 évben alapvetően korlátozott volt. Persze voltak kivételes rövid időszakok, én azokat is vitatnám, hogy ott vajon az országunk szuverenitása teljes volt-e vagy sem. De mondjuk azt általánosságban lehet mondani, és ez akár egy katedrán is elfér, mert nem túlzott leegyszerűsítés, hogy az elmúlt 500 évben a szuverenitásunk sosem volt teljes. És ugye mi kell ahhoz, hogy egy stratégiai gondolkodást végig tudjunk vinni? Teljes szuverenitás. Mert ha nincs teljes szuverenitásunk, hanem a szuverenitásunk korlátozott, akkor ugye nincs miért stratégiában gondolkodni, akkor az az egyetlen stratégiánk, hogy visszaszerezzük a szuverenitásunkat, visszaszerezzük a mozgásterünket. Ugye a szuverenitásunk, ha döntési autonómiánk, önállóságunk nincs meg, akkor teljesen mindegy, hogy mi akár a világ legjobb stratégiáját is felskiccelhetjük, hát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi valósítsuk azt meg. Tehát a stratégiai gondolkodás tere az mindig ott nyílik ki, amikor a szuverenitásunkat visszaszereztük. És van még egy belső faktor, ami szerintem elengedhetetlen, ez a stabilitás. Tehát a belső stabilitás. Hogyha háború van, hogyha az emberek éheznek, hogyha békétlenség van, tehát olyan békétlenség mondjuk politikai oldalak között, ami feloldhatatlan, ha a biztonság kérdése az kerül a középpontba, pontosabban azt érzik az emberek, hogy bizonytalanság van, akkor sem lehet stratégiai gondolkodást folytatni, és akkor sem lehet országépítő feladatokat végezni, hiszen akkor mindenkinek, a Maslow piramis szerint, ugye a legfontosabb igénye az az, hogy a stabilitás visszaálljon, és az, hogy a saját biztonsága, családja, szűkebb környezetének a biztonsága helyreálljon. Tehát ha egy országban háború van, akkor nincs értelme az ország jövőjéről beszélni, akkor a háborút meg kell szüntetni. Ugyanez szerintem ez a helyzet determinálta az ország mondjuk rendszerváltoztatás utáni első 20 évét is. Ugye Magyarország és a magyarok nagyon büszkék arra, hogy ők 1000 éve Európához tartoznak. Ők 1000 éve európaiak. Európát is védjük, ugye ez is az ország karakteréhez hozzátartozik. Na most, ha ebből a nézőpontból közelítjük meg a kommunista diktatúra időszakát, akkor az miről szól? Arról szól, hogy minket kiszakítottak ebből a természetes közegünkből. Tehát természetes módon a rendszerváltoztatás követő első számú prioritás az az volt, hogy azt a helyet elfoglaljuk, ahova az elmúlt 1000 év óta tartoztunk. Ha van európai integráció, ha van európai együttműködés, akkor nekünk ott a helyünk. Tehát éppen ezért ugyan a szuverenitásunk visszaszerzésének időszakát a 90-es évektől számoljuk, de a stratégiai gondolkodás időszakát nem tudjuk a 90-es évektől számolni, mert akkor a magyar politikai életnek nem nagyon volt mind gondolkodnia. Hát azonnal mindenki NATO tag akart lenni, azonnal mindenki EU tag akart lenni. Tehát igazából a 2010 környéki időszakra, ez nem a kormányváltással függ össze, de ez csak arra épül rá, de valahogy ott a 2000-es évek első évtizedének végére jött el az az időszak, mind a világban, mind pedig Magyarországon is, mikor elkezdhetünk stratégiai gondolkodásról beszélni. És én nekem az a hipotézisem, és ezt szeretném önökkel megosztani, hogy ez azért van így, tehát azért tudunk most egy országépítő korszakba lépni, mert a szuverenitásunkat visszaszereztük, folyamatosan őrizzük azt a maga teljességében, és belső stabilitást tudtunk megteremteni. A 2010 utáni pár év az ezzel telt el, ugyanis akkor azért stabilizálni kellett a költségvetést, az államadósságot csökkenő pályára kellett tenni, a gazdaságot be kellett indítani, tehát voltak olyan feladatok, amelyek a belső stabilitás megteremtését szolgálták. Én fölírtam pár dolgot, ezek közül a miniszterasszony előadásából több is elhangzott, nem szeretném ismétlésekbe verni magunkat, de pár olyan kívülről is jól látható makro
adatot, most tág értelemben mondom makroadatot, amelyik azt mutatja, hogy ezt a belső stabilitást és ezt a szuverenitást sikerült visszaszerezni. Tényleg csak felsorolás szerint. Költségvetési stabilitás, államadóság csökkenése, reálgazdaság növekedése. Tehát önmagában a magyar GDP 28 ezer milliárdról 42 ezer milliárdra növekedett 2010 óta. Az infláció stabilitás, a munkanélküliség csökkenése, 8%-ot tudtunk csökkenteni. A foglalkoztatási rátának a növekedése. Most már az EU átlag fölött vagyunk 73%-a. Átlagbérek folyamatos emelkedése. A versenyképességünk növekedése. Ugye ott is volt egy csökkenés, de 2016 óta például a WEF-nél 22 pozíciót javítottunk versenyképesség tekintve. Vállalkozások száma, mérete, exportképessége. Ezek mind-mind-mind növekvő pályán állnak. Itt két dologra térnék ki, az pontosabban az infrastruktúra fejlesztése, ez is egy olyan pont lenne, ami szerintem a belső stabilitáshoz fontos. És e tekintetben, ha már rektor úr erre felkért, meg miniszter asszony is jelezte, akkor a Modern Városok programról, meg a Magyar Falu programról mindenképpen beszélni kell. Ezek ugyanis olyan komplex infrastruktúra fejlesztési programok, amelyek egy ország építő stratégiai tervezésben és gondolkozásban nélkülözhetetlen. Ugye a Modern Városok program az egy 4000 milliárdos fejlesztési program, vegyesen uniós és hazai költségvetési forrásból valósul meg, és szerintem nagyon különleges az a megközelítés, amiben ez a program kiírásra került, hogy tudnélék a kormány egyesével állapodik meg a megyei jogú városok vezetőivel, és a helyi igényekhez szabja az adott programot, és azonosítja konkrétan, nem csak beszélgetés zajlik, nem csak papírok gyártódnak, hanem azonosítanak a helyi közösségek bevonásával azt a 10-12 fejlesztési projektet, konkrét projektet, aminek a megvalósítására a kormány garanciát vállal, és biztosítja azt, hogy vagy uniós forrásból, vagy hazai költségvetési forrásból, vagy a kettőből együtt ezek a projektek meg fognak valósulni. Nagyjából fél időben tartunk, és azt lehet mondani, hogy most már látszik a programnak az íve, a kifutása és a gazdasági húzóereje. Ugyanilyen logikában működne a Magyar Falu program is, aminek ugye pontosan az a lényege, hogy kifejezetten az 5000 fő alatti legkisebb településeknek a népesség megtartó képességét próbáljuk meg emelni, és az urbanizációs folyamatokat, amelynek persze vannak pozitív hozadékai, de összességében társadalmi, meg gazdasági, illetőleg nemzetpolitikai szempontból azért hátrányos folyamatokról beszélünk, ami a fejlődéssel azonban elenged, vagy elkerülhetetlenül zajlik, de ezt érdemes fékezni, és a szuburbanizáció, meg dezurbanizációs hatásokra pedig kifejezetten érdemes ráülni. Ez szolgálna a Magyar Falu program, amelyik útfelújításról, közösségi terek kialakításáról, a modern tömegkommunikációs eszközöknek, a legkisebb településekre történő elviteléről is szólnak, ezek mind a programnak a részei. Én nem akarom túlbecsülni vagy túldicsérni a programot, mert itt az mégiscsak arról van szó, hogy a kormány úgy döntött, hogy 200 milliárd forintot erre a több mint 2000 településre elkölt 2019-ben. Elég ez? Megoldotta a legkisebb települések problémáit? Hát nyilvánvalóan nem. Azt el tudjuk mondani, hogy minden ilyen település kapott egy projektet. Most ők korábban a rendszerváltoztatás óta van olyan település, aki azóta nem kapott egy ilyen projektet sem. Most el tudjuk mondani, hogy mindenkinek egy projektjét tudtuk támogatni. De nem elég ez, ennek csak akkor van értelme, ha minden költségvetési évben legalább ennyi forrás bele tudunk tenni 10 évre. Mert akkor 10 év után ott tartunk, hogy minden ilyen település 10 projektet kapott. És az már komolyan meghatározza a településnek a képét is. Ezért örülünk annak nagyon, hogy az idei költségvetésben is 150-200 milliárd forint, attól függ, hogy mit kalkulálunk ide, is van ennek a programnak a folytatására, ezt is jó lenne továbbvinni. És ráadásul zajlik a tervezése, ugye a kettő közötti települések infrastruktúrális fejlesztéséről szóló speciális programnak, ugye eddig 5000 fő alattiak, meg megyei jogú városok kerültek terítékre, ott van egy köztes mező, amit szintén be kell tölteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elmúlt 9 évben ezek a városok nem fejlődtek, csak
jellemző módon ezek uniós projekteken, úgynevezett topos projekten keresztül fejlődtek, de koncepció, meg stratégia, helyi stratégia nem volt a fejlesztések miatt. Az uniós forrásoknak persze nagyon örülünk, nem kell őket túlbecsülni, GDP pár százalékát jelentik, de nagyon örülünk, mert fontosak, ugyanakkor rengeteg kötöttséget jelentenek. És például a stratégiai gondolkodás ez is jelenti, hogy az új költségvetési időszak tervezésében megfordítjuk a logikát. Nem úgy szeretnénk most tervezni, hogy mi az, amire az Unió ad pénzt, és akkor azt hogyan tudjuk megvalósítani. Hanem a tervezés az függetlenül megy a forrástól. Tehát mi azt nézzük most jelen pillanatban végig, hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. És aztán ezeket a projekt, konkretizált projektelemeket szétválasztjuk azt szerint, hogy mi az, ami az uniós kalapból tud menni, mi az, ami a hazai költségvetési forrásból tud menni, és mi az, aminek vegyes finanszírozást kell találni. Tehát, hogy végre először Magyarországon ne olyan tervezés történjen, hogy azt mondja az uniós, te itt vannak az uniós pénzeket így ebbe a logikába lehet elkölteni, és akkor elköltjük, és akkor az vagy sikerül, vagy nem. Hanem nézzük meg, hogy hova szeretnénk elérni. És utána forrás találunk rá, vagy uniós vonalról, vagy hazai költségvetési forrásból. De azt nézzük meg, hogy minek van a helyi közösségek számára, a helyi gazdaság élénkítés számára, nemzetpolitikai céljaink számára. Egy csomó olyan fejlesztési projektet szeretnénk végigvinni, amit már most tudjuk, hogy az Unió nem fog támogatni. És nem a kettős mérce miatt, az is benne van, meg nyilván ennek politikai dimenziója is van, de egész egyszerűen az Unió arra nem ad pénzt. Mi viszont arra szeretnénk pénzt fordítani. Tehát a dolgot ennek alapján is stratégiailag át kell gondolni. Ezek azok a makroszámok, amelyek szerintem azt mutatják, hogy ezt a stabilizációs folyamatot, ezt végig tudtuk vinni az elmúlt években, és most megvannak azok a peremfeltételek, amelyekre az országépítést rá tudjuk helyezni. Persze nem csak ezek az úgynevezett hard makroszámok, azok, amelyek fontosak, ezek közül rengeteget lehetne idézni, amit mi próbálunk folyamatosan figyelni, csak párat, pár területről hoznék önöknek, ami azért fontos, mert nagyon sok mindent elmond a mély rétegekről, a társadalom, a gazdaság állapotáról, sokkal többet egyébként, mint az infláció vagy az átlagbéremelkedés. Például házasságkötések számának növekedése. Több mint 50%-os növekményt értünk el 2010 óta. Válások számának csökkenése, 30%-kal csökkentek a válások 2010 óta. A sportegyesületekben vagy az egyéb közösségekben önkéntes tevékenységet végzők az arányának, társadalom belüli arányának és abszolút számának növekedése. A belföldi turizmusnak a megerősödése, ami szintén kapcsolódási pontot teremt a helyi közösségek között, ugyanis itt a közösségek tagjai egymást látogatják. Bűncselekmények számának csökkenése, párhuzamos társadalma kialakulásának elkerülése érdekében tett lépések. Az oktatási rendszer megújítása, amiről majd biztos helyettes államtitkár asszony sokat fog beszélni. De hát ott is komoly dolgok történtek, tehát a középfokú oktatásban egy nagyon komoly centralizáció zajlott le az elmúlt években, amely azért volt elengedhetetlenül szükséges, mert különben a területi különbségek kiegyenlítésére semmi esélyünk nem lett volna. Ugye eltérő volt a fenntartóknak a koncepciója, az anyagi lehetőségeik. Így területi különbségek jelentek meg a középfokú oktatásban. A mi megítélésünk szerint az elfogadhatatlan, hogy a gazdag területeken jó iskolák legyenek, a leszakadt területeken meg rossz iskolák. Ha már valami különbségnek kell lenni, akkor inkább pont fordítva legyen, de inkább ne legyen különbség. És ugyanígy a felső oktatás. Azért ott is egy stratégiai gondolkodás indul ki, hogy mindenki érzi, hogy a magyar oktatás, felső oktatásnak azért valahol az a rákfenéje, hogy elindult a tömegoktatás irányába, tömegfelső oktatás irányába, de az a típusú képzés nem elég gyakorlatorientált, és nincs tér az elitképzésre. Tehát miközben egyre nagyobb számban jönnek hallgatók a felsőoktatásban, őket nem tudjuk gyakorlatorientált felsőfokú képzés tudásanyagban részesíteni, és mivel, hogy ezen próbálkozunk, ezért az elitképzésnek a magjait is kiszárítottuk, ugyanis nem lehet egyszerre tömegképzést és elitképzést csinálni. Ha olyan a finanszírozási rendszer, hogy az egyetemek fejpénzt kapnak, akkor nyilvánvalóan minden egyetemnek az lesz az érdeke, hogy minél több hallgatót behozzon is,
minél egyszerűbben kezelje őket, az ilyen nagy előadók a legjobbak, mert ide be lehet terelni több száz embert, aki után jár a fejpénz, és csak egy oktatót kell kiállítani, akkor a költség a legalacsonyabb, a hozzá kapcsolódó bevétel meg a legmagasabb. De ebből nem lesz elitoktatás, mert ahhoz az kell, hogy egy oktatónak fél évre 5 hallgatója van, és egész nap ül velük a büfébe. És ők beszélgetnek az élet nagy dolgairól, az az igazi elitoktatás. Tehát ezt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy ne veszítsük el a tömegoktatásnak látom, ezzel sikerült egy kicsit felkavarni a kedélyeket. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, én tudok politikusként beszélni, és helyettes államtitkár azt mondja, hogy majd rendbe tesz, hogy amit az őrült politikus mondott, az közpolitikailag hogy kell helyre tenni, majd kimegyek a teremből, tehát szabadon fog tudni helyesbíteni. De mégiscsak valahogy azért e körül a gondolat körül van a kutya elásva, és itt is szerintem sikerül tovább lépnünk ebben az országépítő munkánkban. Na most, ha ezt az egészet megpróbáljuk egybehelyezni, és nem csak az intézkedésekről, meg nem csak az elért eredményekről beszélünk, már önmagában az én megközelítésmódomat azt tükrözi, hogy miket emeltem ki önöknek, mint célok, meg mint eredmények. Akkor úgy tudnám összefoglalni azt a filozófiai különbséget, ami van mondjuk a politikai ellenfeleink és közöttünk, hogy mi közösségben és helyben, vagyis lokalitásban gondolkodunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egy olyan társadalmi, gazdasági, politikai rendszert kell működtetni, amelyikben az egyéni ambíciót mindig felülírja a közösség érdeke. És ezért beszélünk mindig nemzetről, meg arról a gondolatról, hogy mi magyarok milyenek vagyunk, mert ezzel is szeretnénk az egyetértési pontokat, a közös pontokat megteremteni, ezeket kialakítani, amelyben az emberek érzik azt, hogy szükségük van egymásra, amelyekben ismeretlen és ismeretlen között is bizalom épül. Hiszen a közösség csak akkor tud működni, ha teljes ismeretlen emberek is bíznak egymásban. Vannak olyan pontok, amik összekötik őket úgy, hogy életükben nem találkoztak, és ezt nem a kereskedelmi csatornáknak nem kizárólag a kereskedelmi csatornákon futó tévésorozatoknak kell lennünk. Az is egy fontos dolog, de talán nem csak ezekre érdemes bizalmat és együttműködést építeni. Tehát mi folyamatosan keressük és erősítjük azokat az azonosulási pontokat, kommunikációban is. Néha ezt tudom, rendkívül bosszantó, rendkívül idegesítő. Néha sokan azt érzik, hogy ez valami exkluzív dolog akar lenni, tehát nem inkluzív, hanem ki akarunk zárni valakit. Nem akarunk senkit kizárni ebből. Tudatosan kell nemzetstratégiai módon ezeket az azonosulási pontokat, amelyek a lokalitásra épülnek és a közösségre épülnek, erősíteni. Ezért beszélünk Kárpát-medencei kulturális alapról. Ezért beszélünk Közép-Európáról. Ezért beszélünk folyamatosan szuverenitás és szabadság küzdelmekről, mert ezek olyan alapélmények, amelyek a magyar társadalmakban generációról generációra be vannak kódolva. És ezek a DNS-ek visszajönnek, ezek a reflexek a konkrét napi eseményeken keresztül feljönnek, az a közösséget lehet építeni. Ezért beszélünk a lokalitás, a helyi szépségek iránti vágyról, hogy milyen szép az az ország, amiben élünk, hogy milyen gyönyörű vidékei vannak. Ezért beszélünk kereszténységről, mint kulturális alapról. Természetesen a hit az egy egyéni kérdés, de az, hogy ez az ország keresztény kulturális alapokon épült, és egyébként a történelemben mindig a kereszténység, néha a katolicizmus, néha a reformáció, néha a kettő együtt, de volt az, amin keresztül a megújítást végig, egy nemzeti alapú megújítást végig tudott vinni. Ez is ezért fontos, és nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni. A modernitás és a globalizáció, amelyben mind mi élünk, és ez nekünk az adottság, a realitás, ezeknek természetesen komoly előnyei vannak, még akár számunkra is. Elnök asszony is említette a belső szabad piacot. Tehát például az uniós belső piacnak mi vagyunk a legnagyobb haszonélvezői. Kicsi nyitott ország és gazdaság vagyunk, így a kereskedelemmel összefüggő globalizáció számunkra kifejezetten előnyös. Tehát vannak előnyei, de igenis a fogyasztás, az iparosodás, a tömegtársadalom az hátrányokkal, kihívásokkal is jár. Megváltoztatta az ember közösséghez fűződő viszonyát. Kikerültünk azokból az alapvető szükséglet közösségekből,
amikhez az elmúlt évszázadokban vagy évezredekben az ember hagyományosan tartozott. Család, akár falu, tehát a helyi közösség, vagy a nemzet, mint az eddigi, a történelemben az eddigi legsikeresebb fennmaradó szükséglet közösség. És ugye itt nem szeretnék politizálni, de ennyit el kell mondanom, hogy mi azt gondoljuk, hogy a modern liberalizmus és az arra épülő individualizmus az önmegvalósításra épít, azt isteníti. És ezért az egyéni előrejutást, az egyéni boldogulást szembeállítja a közösség boldogulásával, és lényegében mindenkit kisebbségként kezel a többséggel szemben. Ugyanis ha individumok vagyunk, és a közösség áll a boldogulásunk útjába, akkor mi mindig kisebbség leszünk valamilyen szempontból a többséggel szemben. Állandóan a termelés, az új produktum, a fejlődés, hite, az, ami ezt az individualista, liberális megközelítést katalizálja. Így az örök változatlan értékek és tradíciók, azok tulajdonképpen abszurdnak és nevetségesnek hatnak. Most ez az egész rendszer paradox módon minél inkább megvalósul. Tehát minél inkább az individualizmus győzedelmeskedik, és ez a gondolkodás átveszi a helyét a társadalomban, többséget kap a társadalomban, az egyén szintjén, paradox módon annál inkább saját magát zabálja fel, és annál inkább omlik össze ez a gondolat, mert hogy elvágja az embereket a múlttól, a jövőtől, mindenkit csak és kizárólag a jelenbe helyez, és lezárja és eltemeti azokat a hagyományos társadalmi stabilitási formákat, amelyekre a sikeres közösségek az elmúlt ezer években tudtak épülni. Ezeket szisztematikusan gyengíti a saját maga belső logikája alapján. Mi azt gondoljuk, azt hiszem, hogy ezzel foglalható össze a mi országépítő stratégiai gondolkodásunk, hogy ezeket a kedvezőtlen folyamatokat szeretnénk először fékezni, megállítani, visszájára fordítani, az egyént a közösség felé fordítani, a helyi közösség felé fordítani, a városa, a negyede, a tájegysége, a családja, a rokonsága, a szomszédsága, a nemzete, felé fordítani, tehát nem ellene, hanem felé fordítani, és egyúttal a magyarok közösségét erősíteni. Azt hiszem, hogy ez az igazi országépítő feladat, aminek most valóban az alapfeltételei, a peremfeltételei azok biztosítottak. És ebben pedig új szerepe van a vidéknek, ugyanis a vidéket azt most tág értelemben gondolom, és nagyon jól látszik a 21. század törésvonala, megapoliszok alakulnak ki, tehát nagyon erősen urbanizált gazdasági egységek alakulnak ki, és ezzel szemben van a vidék, tehát ha nem tudom, hogy a miskolciak hogyan identifikálják saját magukat, de ebben az összefüggés rendszerben Miskolc és környezete abszolút vidéknek minősül, annak ellenére, hogy egy urbánus közegről van szó, ugyanis abban a megapolisz térségben nem tartozik bele, amelyek erősödnek gazdasági, kulturális, társadalmi értelemben szerte a világban. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezt az ideológiai küzdelemben nekünk itt a helyünk, és ez a feladatunk, és ezeket csináljuk, akkor ebben a vidéknek kulcs szerepe van, nem csak gazdasági értelemben, hanem abban az értelemben is, hogy a meghatározó, tehát hogy ezek a térségek lesznek azok a térségek, amely a lokalitás képviselőiként állnak fel. Tehát amiken keresztül, ugye ez, amit miniszter azt mondja, valahogy mégiscsak egy jobban átélhető módon azt mondta, hogy józanság. Hogy a józan gondolat. De hát ugye mit jelent a józanság? Tehát valahogy arról van szó, hogy ezek azok a területek, amelyekről fölfelé áramlik az a gondolat, hogy mi a mi közösségünk célja. Mi kell ahhoz, hogy a mi közösségünk erősödjön. Mi kell ahhoz, hogy nekünk jobb legyen. Hogy mik azok a nehézségek, amiket minket terhelnek. Tehát valahogy ezek a vidéki közösségek és vidéki térségek lesznek azok, ahonnan az ötlet, a megközelítés, a józan gondolat következik ebben a stratégiai gondolkodásban. És nekünk ezért nem lehet más célunk, mint hogy ezeket a közösségeket
megerősítsük, gazdasági, kulturális, politikai és egyéb más módokon is, minden olyan módon, amiképpen lehetséges. Minél inkább becsatornázzuk őket a gazdaságnak, és általában az országnak a szerkezetébe, ugyanis ez fogja azt a talapzatot biztosítani, amin keresztül mi az európai és a globális szintű érdekérvényesítő küzdelmeinket meg tudjuk vívni, mert ha megapoliszokban gondolkodunk csak, akkor ők mindig a globális szintű struktúráknak a képviselői lesznek. Nekünk pedig olyan háttérre, olyan megerősítésre van szükség, ami a globális szintű struktúrákkal szemben a lokális struktúrákat erősíti, és ilyen szempontból ezek a vidéki térségek, Miskolc térség és egyéb más térség is kifejezetten kulcsfontosságú számunkra. Így azt tudom mondani, hogy végezetül, hogy önök nem mások nekünk, mint egy igazodási pont, egy világítótorony, aminek mi próbálunk, amihez mi próbálunk igazodni, aminek mi próbálunk megfelelni, és az önök véleményét egyrészt magunkévá tenni, másrészt becsatornázni azokba a magasabb szintű struktúrákba, amelyekkel együtt élünk, és amelyekkel szemben néha küzdünk. De ezért nem kell minket sajnálni, mert ezért vagyunk, és ez a feladatunk, és azt gondoljuk, hogy ez az ország stratégiai érdeke is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy itt lehettek.